Ma július 4-én van az évfordulója annak, hogy jó sorsom összehozott Gazsival. Mindössze néhányszor találkoztunk, de emlékezetemben elevenel él ennek a találkozásnak minden mozzanata. Tikkasztó nyári délelőtt volt, amikor Gazsi először adott életjelt magáról. Most 2 év múltán, amikor beszámolok az eseményekről, engedjék meg, hogy részleteiben is magam elé idézzem Gazsi felejthetetlen alakját. Szép volt, már a bajusza is elbűvölte az embert. Pikelyei rozsdába átmenő arany színeiben csillogtak. A súlya, erre még ma is külön jó érzéssel emlékszem, meghaladta a 10 kilót is. Gazsi ponty volt, és abban az időben a tihanyi horgásztanya vizén egy nádtükör környékén rendezkedett be tartós elszállásolásra. Napok óta jártam a nádast, anélkül, hogy pontyok nyomára akadtam volna. A júliusi hőség égette a bőröm, és megízasztott az evezés is. A Balatonon beállt a süket idő. Szellősereppen a nádszálak megverten lehajtott fejjel kókadoztak. Az égboltról szúhogott a hőség. Délelőtt 11 óra volt. Még egy utolsó próbára vállalkoztam. Ahogy elém bukkan a tágas tisztás, keresztbe dőlt nádszálaival, én már fordulni is akartam. Üres és sivár hely, sehol semmi moccanás. A víz 24 fok meleg, itt most nem lehet ponty. Hogy kipihenjem magam, rágyújtottam egy cigarettára. Egyszerre csak tőlem balra erélyesen megmozdult egy nádcsomó, többször is egymás után, majd a mozgás lassan közeledett a tisztás tyücske felé. Komoly mozgás volt. A ponty kijött a tisztás szélére, és ott megpihent. Néha most már gyengéden megbökte a mellette álló szálat. Emeltem a botot, kukoricát tettem a horogra. A csónak mellett zajtalanul beállítottam a felfektetős készséget a megfelelő vízmélységre, és a horgot odaejtettem a lomhán mozgó ponty elé. Mint egy 4 métert suhant a Damil. Talán 1/2 perc telt el. Aztán a ponty sürgetős tempóban elindult ugyanazon az úton, amelyen jött visszafelé a nádas belsejébe. Ott hagyott faképnél. Egyetlen ponty volt, amit napok óta láttam. Abban biztos voltam, hogy meglátta a kukoricát, hiszen a mozgó nád mellé esett a horog. Nem kellett neki a csemege. Sőt, mint aki kellemetlen ismerőssel találkozik, sürgősen távozott. A súly és az úszó csobbanása nem ijesztette meg, mert akkor azonnal elcsörtetett volna. Tehát megfontoltan járt el. Felmérte a helyzetet, és úgy döntött, hogy hasznosabb a békés, de gyors elvonulás. Másnap délelőtt, miután végigbókláztam a nádast, és pontyot sehol sem láttam, ismét visszatértem a nádtükörbe. 10 óra elmúlt, amikor elhelyezkedtem. Beszórtam néhány marék kukoricát. Néhány keszekkapásom volt, pontymozgást nem tapasztaltam.
megismétlődött az előző napi história. Nádmozgást észleltem tőlem balra. Ah, jön a ponty. Némi kerülővel ismét kiúszott a tükör szélére, erős bizakodást támadt bennem. Ennek a gazinak, akkor kereszteltem el, ez a vidék állandó tartózkodási helye. Csónakomat ismét kitoltam a tisztásra. Ráhajoltam a vízre, kezemmel árnyékolva csillogó felületét. Fenéken, a nádtövek között néhány kukoricaszem sárgálott. A víz teljesen tiszta volt, jól láthattam a terepet. Keszegek tűntek elő. Bögdösték a kukoricaszemeket, szinte játszottak velük, s végül gyors iramodással elragadtak egyet-egyet. Visszaültem a csónakpadra, és eltűnődtem. Hát a kukoricával nem érek célt. Máléval még kevésbé, mert sok a keszeg ebben a sekély vízben. A keszegek miatt állandóan be kell vágni, és újra bevetni. Ha ilyen lármát csapok, gazsi közelembe se jön. Ugyanez a helyzet a gilisztával is. Visszamentem a tanyára, s ebéd után krumplit főztem, gondosan félkeményre. Visszaelveztem a nádtükörhöz. Kiválogattam a legmegfelelőbb krumpli szemeket, meghámoztam őket, négyet-ötöt dió nagyságúra és formájúra faragtam. Egyet a csónak mellett bedobtam a vízbe, aztán kitartóan figyeltem, mi történik vele odalent. Most kiderül, hogy gazsi szereti-e a főtt krumplit. A ponty ismert útvonalán beszórtam a megfaragott krumpli szemeket, jól számítottam, a vörös szárnyok hamarosan megjelentek, bögdösték a túl nagy csemegét, de nem tudtak lecsípni semmit róla. Jó ideig görgették ide-oda, végül továbbálltak. Meg voltam elégedve. Egy marékra való hámozatlan krumplit kézben összenyomkodtam és szétszórtam a tisztáson. Ez a keszegeké, hadd csődüljenek ide azok is. Másnap szeles volt az idő, korán érkeztem, faragottaknak sem. Azokat pedig csak a ponty ehette meg, tehát gazsi szereti a krumplit. Ez a kísérlet sikert ígér, mert a keszegeket kirekeszti a játékból. Öt szem kerek krumplit bedobtam, gondosan megválasztva és megjegyezve minden szem helyét. Gazsi pontosságában most sem csalódtam. 11 óra körül mondanom sem kell, milyen izgalommal lestem. Megérkezett. Sokáig csavargott a tisztás körül, s megfigyelésem szerint két szem krumplit fel is szedhetett.
A horgon lévő krumplit közben állandóan piszkálgatták a keszegek, de természetesen a nagy falattal nem tudtak boldogulni. Gazi közelettére az úszó billegése megszűnt. Itt a döntő pillanat. Ez a ponty intelligensebb, mint gondoltam. Körüljárt a horgot, úgy látszik, gondosan megvizsgálta a felszerelésemet, aztán szépen visszavonult a nádba. Aztán visszaeveztem a tanyára. Úgy látszott, Gazi nem kerül horogra, de eszembe jutott valami. A soroksári Duna ágban gyakran megtettem, hogy egész cső főtt kukoricát spárgára kötve leengedtem a fenékre, és másnap megnéztem, kikezdték-e a halak. Ha most ugyanezt tenném a krumplival. Gazi barátom távolétemben nyugodtan bekaphatná, és még arról is meggyőződhetne, hogy a zsinór nem jelent életveszedelmet. Két szem krumplit megfaragtam, cérnával átkötöttem, és a cérna másik végét a víz felett ráhurkoltam 3-4 összefogott nátszálra. Délután nyugati szél támadt. Badacsony felől viharfelhők közeledtek. Úgy látszott, hogy az időjárás véget vett az egész kísérletezésnek. A barométer is 5 mm-t süllyedt. Magamban már búcsúzkodtam Gazitól. Holnapig fenekestül felkavarja a vihar a Balaton, iszapos lesz a víz, és néhány napig nem lehet horgászni. Szerencsére nem így történt. Egy-két dühös szélroham végig szaladt a vizen, dörgött az ég. De másnap nyoma sem volt a rossz időnek. Délelőtt 10-kor ismét botjaim mögött ültem a náttükörben. A két krumpli szem eltűnt. A cérnaszálak szabadon lógtak. A csel sikerült. Gazi jelképesen bekapta a horgot. Bedobtam az 5 szem csalogatót a kiválasztott helyekre, vártam a döntő ütközetet. Megfogadtam. Ha ma nem fogom meg Gazit, a környékét is elkerülöm ennek a tisztásnak. Gazi nem akart jönni. 11 lett. 11 óra 5. Tíz. Szörnyű csalódottságot éreztem. Nyugtalanul fészkelődtem, és minduntalan bal felé tekingettem, oda, ahol kezdődni szokott a mozgás. Talán azért nem vettem észre mindjárt, hogy a tükör jobb sarkában ütemesen billeg egy vastag ferde nátszál. A ferde nátszál aztán mozgatta többit is. Gazi elküldte a névjegyét. Amilyen lassan telt addig az idő, most ugyanolyan gyorsan peregtek az események. A ponty végighúzott a tisztás peremén. Elérte horgomat.
csúszó megpillent. Már resztült a karom. Kiköpte. Csúszó ismét erre állt. Gazsi letette a csalit. A következő pillanatban aztán olyan hirtelen feküdt fel a könnyű úszó, hogy majdnem elkéstem a bevágással. Keserves harc, az egyrészes bambusz és a 70-es tamil minden erejét igénybe vevő húzás, csörtetés a tisztás szélét. Kapaszkodtam a 4 méteres vastag bambuszbotba, ahogy csak bírtam. Óriási szerencsém volt. Gazsi nyilván a sekély víz miatt nem annál sűrűjébe a part felé, vagy azzal párhuzamosan futott, hanem kifelé tört a nyílt víz irányába. Amikor ezt megértettem, azonnal engedni kezdtem a zsinort, hadd fusson vele az öreg fiú minél messzebb a náttól. 80 méter volt az orsom, talán 60-at is lehúzott belőle. Akkor félkezemmel eloltoztam magam a karóktól, indultam utána. Nem sokáig hajókáztunk, erőteljesen vontattam a csónak felé. Félúton találkoztunk. Gazsia jól sikerült alámerítés után, bekerült a szákba. Azt hiszem, a szeme haragosan nézett rám. Talán a cérnára fűzött krumplit talált lovagiatlan fogásnak. De most már mindegy. Számomra felejthetetlen horgász élmény volt. Talán más is levonhat belőle valami tanulságot. Na de ez a hallé is elkészült, már lássunk hozzá.